Szép napot, itt az asztrológus Szatmári Nóra vagyok. 2024. szeptember 9-ével új hét indul, és egy csomó új lehetőség is elindul. Ahogy a heti holdnaptárban részben a teljes hetet tekintve már kifejtettem, hogy a hold hogyan tud segíteni, vagy éppen egy picit itt-ott gátolni minket abban, hogy maradéktalanul jól éljük meg a következő napokat. Emellett a heti holdnaptárba mindig nagyon részletesen napra lebontva elmondom a holdállást, hogy az kire hogyan hat, és milyen napi tendenciák vannak, mit érdemes csinálni, mi az, amit érdemes nagyon elkerülni, és most itt ez a heti horoszkópnak a tranzitok része, a tranzitokat mindenki meg tudja hallgatni, ez is egy nagyon hasznos dolog, emellett pedig a jegyek részletes kibontása a csatornatagoknak szóló videóban érhető el, ami többszörös hosszúsága ennek a tranzit videónak. A szeptember 9-ével induló héten 4 fő tranzit fog minket nagyon alaposan befolyásolni. Emellett semmiképpen sem feledkezhetünk el azokról a fontos tényezőkről, hogy szeptember elej óta az Uránusz is retrográd, illetve az éves Plutó retrográd folyamat során a Plutó most visszalépett a Bakba, és ez a Bak-Plutó folyamat 9 olyan feladatot ad nekünk, ami nagyon fontos, amire jó lenne odafigyelni mindenkinek, mert aki odafigyel és legalább néhányat kipipál, vagy néhányat megért a feladatokból, akkor már előrébb tud jutni. A feladatok részletes leírását, azt megtaláljátok a www.biborcsillag.hu blogomon egy hosszú leírásban. Az első és egyébként nagyon-nagyon fontos tranzit ezen a héten a Merkur jegyváltása, mivel a szűzbe érkezik. Azért történik meg ez, hogy kétszer is a szűzbe lép így hirtelennyében viszonylag szűk időn belül, hiszen ugye a Merkurnak volt a nyári periódusban egy retrográd folyamata, gyakorlatilag augusztus nagy részét ez lefette, azonban ennek már a végére értünk, de a retrográd folyamat időszakában visszatolatott az oroszlánba, viszont mivel most már 28-a óta előrefele megy, ez alatt a néhány nap alatt, ami eltelt, végre elérkezett ismételten az oroszlán és a szűz jegy határára, úgy, hogy elhagyja az oroszlánt, megérkezik a szűzbe, és azt tudom mondani, hogy nagyon komfortosan fogja itt érezni magát, gyakorlatilag ugye azért ennek a jegynek az uralkodója, így kifejezetten sok jóra számíthatunk, főleg akkor, hogyha figyelünk a különféle felbukkanó lehetőségekre. A szűzben majdhogy nem a lehető legjobb formáját tudja mutatni a Merkur, és minden olyan hiányzó dolg, megtalálunk, amire szükségünk van, a hiányzó kérdésekre itt most nagyon könnyen megkaphatjuk a választ, tehát legvégső soron a komplex nagy puzzle-unket ki tudjuk rakni, mert az összes hiányzó darabra rá tudunk lelni. Nyilván ehhez dolgozni kell, menni kell, kérdezni kell, intenzívnek és aktívnak kell lenni, de a Merkur ad egy hátszelet ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, illetve ugye mivel a hold növekedőben van, ez az, amit ugye a heti holdnaptárban nagyon alaposan kifejtettem, szintén ad egy többlet energiát nekünk. Amikor a Merkur a szűzben jár, akkor az elménk sokkalta élesebb, jobban dolgozik, a beszédünk, a kommunikációnk kifinomultabb tud lenni, jobban át tudjuk adni, amit szeretnénk, és jobban meg is értjük a hozzánk beérkező információkat, azaz legvégső soron a kommunikációnk sokkal hatékonyabb tud lenni. Képesek vagyunk ebben a periódusban úgy a lényegre térni, és úgy megfogalmazni a mondandónkat, hogy azzal ne bántsunk meg másokat, ne sértsünk meg másokat, tulajdonképpen nagyon diplomatikusak tudunk maradni. A Merkur szűz időszakában nagyon-nagyon sok információ áramlik, és persze meg lehet azt tenni, hogy valaki fogja magát és strucc politikát folytat, de én inkább azt javaslom, hogy fogadjuk be el, és fogjuk fel a kapott információkat, értékeljünk mindent a helyén, és akkor tulajdonképpen olyan dolgokkal kapcsolatban is előrébb tudunk jutni, vagy ha minimum meg tudjuk érteni, amik gátoltak, nem haladtak, feltartottak minket, és akkor most jöhet a feloldozásnak az ideje. Ha valaki régebb óta zsákutcában érzi magát, akkor ez az a hét, amikor szerintem nagyon könnyű ebből a zsákutcából kijönni, mindösszesen arra van szükség, hogy legyen egy picike önkritika, hogy oké, hol akadtam el, miért akadtam el,
és úgymondva 180 fokos fordulatot kell venni, és aki ezt megteszi abban a bizonyos zsákutcában, ahol toporog, azt tudom mondani, hogy olyan könnyen lehet kijönni belőle, ami nyilván a végrehajtót, akinek ki kell jönni a zsákutcából, meg is fogja lepni. De pontosan ez a lényeg egyébként a Szűz-Merkur hatásának, hogy nem baj, hogyha tud meglepetést okozni, nem baj, hogyha rá tud minket arra venni, hogy végre nagyon másképp cselekedjünk bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Szeptember 10-e és 14-e között egy rövid idejű tranzitnak lehetünk a hatása alatt, de legalább pozitív hatása lesz, ez a Merkur és a Mars szextíje. Tulajdonképpen ez az a hatás, amire nagyon gyakran és ismétlődően azt szoktam mondani, hogy üssük a vasat, legyünk aktívak, de azt a vasat nem kell túlontúl erősen ütni, pontosan csak annyira kell, amennyire tudjuk, hogy muszáj formálni az adott vasat arra a funkcióra, amire tervezzük éppen. Miért? Mert nem csak a Merkur és a Mars szextíje, hanem ugye a Merkur jegyváltása miatt is felgyorsul a gondolkodásunk, javulnak a reflexek, jobban tudunk reagálni bizonyos dolgokra, így pedig a céltudatosság, a kezdeményező készség annyira automatikusak lesznek, hogy az már egy kicsit zavarba ejtő is lehet, és itt az a legnagyobb feladat, hogy ne kérdőjelezzük meg önmagunkat, a terveinket, a cselekedeteinket. Egyszerűen csak legyünk bátrak, merészek, hagyjuk, hogy az a bennünk megmozduló energia, a belőlünk kikívánkozó küzdőszellem teret és helyet kapjon, mert akkor tulajdonképpen nagyon-nagyon könnyű fejlődni, lépcsőfokokat meglépni fölfelé, és itt hadd jegyezzem meg azt halkan, hogy a Merkur és a Mars szextíje egyébként klasszikusan hozza az üzleti döntéseket, és adott esetben a nagyon jó üzleti szerződéseket, úgyhogy nagyon érdemes egyébként ideidőzíteni a legfontosabb megbeszéléseket, szerződéskötéseket, megállapodásokat, vagy ha itt ebben a rövid periódusban, ebben az 5 napban keres meg minket valaki egy együttműködés lehetőségével, hát akkor mondjuk azt nem elutasítani kellene, hanem elfogadni. És a Merkur és a Mars szextíjével azért előfordulhat, hogy bizonyos feladatok esetén többletenergiára, többletidőre és többlet erőfeszítésekre van szükség, de az is biztos, hogy amit itt és ebben a pillanatban útnak indítunk, az nem fulladhat kudarcba. És ezen a héten lesz egy nagyon erőteljes tranzitunk is, méghozzá a Nap és a Jupiter között fennálló és felálló kvadrát. Valójában ez a kvadrát még 8-án elindul, de 12-én csúcsosodik ki és 16-áig tart, tehát gyakorlatilag a 9-től 15-ig tartó hét egészében fejti ki a nagyon erőteljes, nagyon intenzív hatását. Ez az egy olyan tranzit van ezen a héten, ami valójában okozhat némi frusztrációt, feszültséget, meg nem értettséget. Ha valaki egyébként nagyon lelkis, nagyon empatikus, nagyon hajlamos arra, hogy mindent borzasztóan magára vegyen, nekik lehetnek adott esetben kicsit kellemetlen, morgós napjaik, de hadd mondjam azt, hogy ez nem feltétlenül jelent kifejezetten rosszat, vagy hátráltatót, vagy károsat, egyszerűen csak ugye szembesülni kell bizonyos tényekkel, ugye jönnek az információk, a Szűz-Merkur miatt nagyon sok információ, és akiknek szembesülniük kell amúgy is egy ideje bizonyos élethelyzetekkel, nekik ez most ezen a héten elkerülhetetlenné válik. Úgyhogy érdemes szembenézni a valósággal, akkor is, ha az adott esetben néhányatoknak fájdalmas, de az a jó hírem van, hogy a fájdalmas valóság szerintem sokkal jobb, mint a félrevezető hamisság, kamuzás. Nyilván ezt mindenki eldöntheti magának, de aki egyébként tényleg fölvállalja azt, hogy szembenézzen mindennel, ami számára egyébként hátráltató, problémás, vagy éppen végre lehullik valami elől a lepel, akkor azt fogadjuk be, mert arra van szükségünk ahhoz, hogy tovább lépjünk, fejlődjünk, és egyszerűen a szemellenzőt végre le tudjuk venni. Ami talán még nagyon érdekes, és itt lehet egy feloldozásunk ezzel a kvadrát fényszöggel, hogy habár rengeteg időt és energiát követelnek tőlünk az aktuális feladataink, és adott esetben jöhetnek olyan feladatok, amikre nem vártunk, nem kértük őket, de jönnek maguktól is, viszont
aki nagyon bátran, nagyon intenzíven, teljes mellszélességgel kiáll a véleménye és a választott útja mellett, meg a felvállalt feladatok mellett, az nem kérdés, hogy nyerni fog. És legvégső soron, de nem a legutolsó helyre sorolva, érkezik egy Vénusz-Jupiter trigon. És pontosan ez a trigon, ez a fényszög fog minket hozzásegíteni ahhoz, hogy az, ami az elmúlt időszakban az egyik személynek feszültséget okozott, a másiknak meg nem értettséget, a harmadikba meg egy jó nagy tüskét szúrt, nos, ezek a hatások enyhülni látszanak, ez nem kérdés, sőt ez olyannyira igaz, hogy a Vénusz-Jupiter trigonja a Nap-Jupiter kvadrátot is egy picit oldja, úgyhogy köszönjük ennek a Vénusz-Jupiter trigonnak, hogy itt vannak és segítik a mindennapjainkat. Mindenképpen nagyon fontos továbbra is az, hogy figyeljünk az egyértelmű jelekre, mert lesz ezekből bőven, és annyira tisztán látunk, hogy az már-már zavarba ejtő lehet. Nyilván itt azért nem csak mi látunk tisztán, akik tudják, meghallgatták, értelmezik ezt a videót és a benne található anyagokat, hanem egyértelműen azok is beesnek abba a folyamatba, akik ugye a túloldalon vannak, akiket mi tisztán látunk, ők is tisztán fognak látni minket, úgyhogy ezen a héten, és ez alatt a Vénusz-Jupiter trigon alatt azért nem lesz csoda az, hogyha nagyon sok emberi kapcsolat adott esetben pozitívvá, felemelővé válik, és ki tud teljesedni, de van ennek egy árnyékosabb oldala, lehet, hogy most meglátunk olyat is, amit nem akarunk meglátni. De egy biztos, hogy maga a Vénusz-Jupiter szimplán tényleg csak önnön magában hozzásegíthet egy jobb léthez, egy örömtelibb időszakhoz. Adott esetben, ha valakinek egészségügyi problémái vannak, ez az a fényszög, ami klasszikusan segít egyébként abban, hogy kicsit könnyebb legyen az egészségügyi probléma, kicsit feloldódjon, vagy egy új terápiát találjon valaki a nyugére, és egyébként a bonyolult emberi kapcsolatok kibogozásában is nagyon nagy szerepet tud játszani. Úgyhogy itt azért a Vénusz-Jupiter sok egyéb mellett, legfőképpen az emberi kapcsolatokért tud sokat tenni, leomolhatnak a határok, és olyan kérdésekre érkezhetnek válaszok, amik nagyon régóta függőben voltak. És akkor egy utolsó gondolat, hogy az, aki kifejezetten művészeti és különösen zenei vagy képzőművészeti téren dolgozik, vagy ott kíván karriert befutni, és egyébként dolgozik már ezen a feladaton, nos, ők azok, akik minden esetre ragadják meg az aktuális lehetőségeket, furakodjanak egy kicsit, tolakodjanak egy kicsit, tudom, ez nem hangzik szépen, de néha szükség van rá, mert hogy olyan dolgok születhetnek, annyira kimagasló kreatív eredményeket lehet elérni, aminek lehet, hogy párja nincsen. Tehát például, ha valaki zenél, most tud egy olyan zenet számot, egy dalt írni, ami simán fölkerül a toplista tetejére, pedig lehet, hogy senki nem várja ezt. Vagy például, ha valaki jelentkedik egy zenei tehetségkutatóba, akkor nagyon-nagyon könnyen följuthat a csúcsra. Nyilván itt azért halkan jegyzem azt meg, hogy a Vénusz-Jupiter ugye az egyéni képletben is nagyon sokat tehet ugye az önálló lépésekért, a karrierért, a felemelkedésért. Nyilván, hogyha egyébként az egyéni képletben vannak további támogató fényszögek és hatások. Nos, ez az, amit röviden el akartam mondani. Tranzitok szempontjából a jegyeknek szóló részletes, hosszú, egyórás kifejtős elemzést a csatornatagság videó között találjátok. Örülnék, ha sokan csatlakoznátok, ott tudtok kérdezni is egyébként a videó alatt, és legyen nagyon szép napotok és kellemes hetetek!